Tehát például van, aki azzal szórakozik TikTokon, hogy a tech csatornánál direkt eltorzít. Eltorzítanak a videóban dolgokat, hogy szar, és utána oda van vágva, hogy mondjuk, hogy jó. Komolyan? Ah, igen, igen. Tehát inkább, mi a fasz? Tehát ezek helyett, a tartalmak helyett inkább azt nézzétek, amiket mi csinálunk, mert ez eléggé, tehát így, na. Mit láttál, amikor túlértél a másik oldalra? Nem mondom meg. Akkor szopjál le! Oké. Okay. Csúnyát mondott. Bom! Az Isten faszát húzza vele. Figyelj, ez Angel-től nem áll. De kurva anyádat! Nutella, ez direkt a pálmaolajos változat, hogy minél több esőerdőt írtsanak ki. Esse veszek többet azért valószínűleg. De csinálj, kurva jó. Nem olyan jó, mint esőerdőt írtani, de hát az ember nem mehet el oda, akkor hát így tud részt venni a majom otthon és termőföld pusztításban. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Fuck the haters. Szép jó napot, doktornő! Igen, kijöttem a karanténból, jól látja, és találkoztam egy nagyon kedves emberrel, igen, nem, semmi gond. Találkoztam egy nagyon kedves öregemberrel, aki mondta, hogy orvos volt, csak valaki átvette a helyét. Mi? Ne, ne menekülj! Itt van nálam az igazi koronavírus! Hát srácok, meg is halt. Ennyi. Meg is ölte a vírus. Sziasztok, én Túlszöjt vagyok, és a mai napon összeszedtem eléggé elborult teóriákat a lármás családról, hogy melyik karakter hogyan távozhatná el közülünk, hogyan halnának meg. A journey to victory has begun! Death to the NPLA! Kérem, Marsó csupán kiállt értem is malackáért, mert politikai foglyok voltunk. Te, dagadt, cukorbeteg medve! Ha a kínaiak nem néznek téged, akkor én sem! És mégis ki a faszom az a Mars? Ez a faszdal azoknak szól, akik szeretik a nagy fasz, mert a fasz az jó, olyannyira jó fasz, a legjobb dolog. Férfi nem is szebbnek is hívják sokan a pénisz, a kedvenc dolgom, igen, ilyen fasz, ó, igen, fasz. Itt nem az időgép működésére gondoltam, hogy azt nem tudom elmagyarázni, hanem csak a Jákob létre jelenségre. És nem tudom, hogy ezt honnan vetted, és hogy miért sikerült úgy megvágnotok ezt a videót, hogy a ti igazatokat, a ti érdekéteket szolgálja. Kíváncsi lennék ezzel kapcsolatban a véleményetekről, hogy mit gondoltok erről a szerintem digitális elkorcsosulásnak nevezhető jelenségről. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, az én nevem! Nem, ezt már nem bírom. I absolutely love that chicken, and not just because I identify with beaky Europeans in rectangular black rimmed glasses, but because you're laughing too hard at that, but...